A vinca major variegáta egy nagyon kedvelt, hát örökzöld vagy télizöld, a lényeg az, hogy egész télen át a leveleivel, a lombozatával díszítő, a talajt befutó, hát kúszóévelünk vagy kúszócserjénk. Igazából itt azt látjuk, hogy február végén, március elején, tehát a tél végén, kora tavasszal elkezdjük azt meglátni, hogy itt nagyon szépen elkezdenek kihajtani az új finom friss hajtások. És ilyenkor bizony a kertbarátnak lehetősége van arra, hogy a régi, a már elfáradt és már színüket veszített, sokszor kicsit felkopaszodó régi hajtásokat, régi ágrendszert, az gyakorlatilag visszavágja, illetve eltávolítsa, és ezzel teret engedve az új hajtásoknak. Tehát azt látjuk, hogy ezek mind-mind, amik még itt vannak, ezek mind-mind tavalyi hajtások, ezeket gyakorlatilag a földhöz minél közelebbi pozícióban eltávolítjuk, félredobjuk őket, ezek nyugodtan mehetnek a komposztra, és akkor itt látjuk ezeket a finom, friss új hajtásokat, amellyel akár több négyzetmétert is ugyanabban az évben be tudnak újra futni.